Sziasztok, Linda vagyok, üdv ismét a csatornámon, visszatértem. Azért mondom, hogy visszatértem, mert hát a tavalyi évben, mint láthattátok, nem volt túl sok videó. 5 darab videót töltöttem föl, abból egy a Gergőjé volt, és egy darab volt csak olyan, ahol én bringáztam. A többi 3 az pedig az edzéstartásokról szólt, a csapatomról, és most újból érzem a motivációt, a lendületet, mindent. És mivel mondom, hogy újra érzem, ez azt jelenti, hogy tavaly egyáltalán nem volt motivációm erre, mondhatni, hogy kedvem sem volt. Úgy éreztem, hogy túl sok a szembeszélés, nincs kedvem, és hogy szünetre van szükségem. Őszintén szólva, én is nagyon keveset bringáztam, tulajdonképpen csak annyit, amit külföldön voltunk, vagy pedig amit az edzéstartások során bemutattam, vagy ilyesmi, úgyhogy tényleg majdnem egy évet kihagytam, ha úgy vesszük a bringázásomban. Ennek ugye egyrészt az, hogy szünetre volt szükségem, a másik pedig az, hogy egy gyerekkori álom megvalósításába csaptam bele, és újból elkezdtem lovagolni januárban, tavaly januárban pedig elkezdtem tanulni lóval ugratni, és el is kezdtem versenyezni is vele amatőr kategóriákban, és tavaly ősszel a rajtengedélyvizsgát is letettem, és nagyon élveztem ezt a kis kitérőt, mert úgy érzem, hogy most ez igazából ilyen kitérő jellegű lesz, és terápiás jellegű, mert nem hiszem, hogy ezzel a lendülettel folytatni fogom a versenyzést, nem is szeretném, mert már decemberben kezdtem azt érezni, nagyon hiányzik a bringázás, nagyon hiányzik az erdő, szeretném újból csinálni, és elkezdtem kijárogatni magamtól az erdőbe, kipróbálgatni, hogy egyáltalán milyen az e-bike-unk, mert hogy az is van, majd arról is lesz videó, és azt éreztem, hogy úristen, de jó, miért nem csinálom én ezt, és igazából itt tartunk most, úgyhogy újból jönni fognak a tartalmak, és ma fog az első videó is érkezni, illetve új intrót is készítettem, úgyhogy belecsapunk az újdonságokba. Egyébként sok minden más újdonság is van, azok is folyamatban vannak, legalábbis videózás szempontjából, új felszerelés, meg még pár dolog, nem fogom elspoilerezni. Úgyhogy izgatott vagyok, most egyébként megyek a pumpapályára, mert úgy gondoltam, hogy az lesz a legjobb ilyen kis visszarázódás, mert ha ott megy a kis hullámok átlogatása, átugrálása, a kis kanyarodás, akkor már olyan nagy baj nem lehet majd remélhetőleg az erdőben, illetve jó erőnlétet is ad, bár azért a lovaglás, hát igen, ahol egy 600 kilós lényt kell megtartani, az azért szintén jó kis erőnlét, de nyilván más dolog, úgyhogy most ezek vannak, megyek a pumpapályára, és mutatom az új intrót is. Ez a régi kommenszál Max volt az első dirt bringám, amit Gergő és egy barátja nekem újított fel. Az egész ilyen volt, ilyen lett folyamatról van egy teljes YouTube videóm, amit linkelek is. Ez a dirt azóta egy tanítványom élet, mert ezen felbuzdulva Gergő lecsapott egy Rose the Bruce bicóra, és hamar kiderült, hogy 2 dirtre azért nincs szükségünk. Ez még a gyári állapota volt, de ez sem maradt így sokáig. Majd ezen a télen Gergő egy másik tanítványommal 1/1 elcserélte a vázat, így most egy Nuke-proof Solum dirtünk van. Persze ez is meg van tuningolva. Egyébként érzésre nekem ez jött be eddig a legjobba, messze a legstabilabb ugrásnál és kanyarban. A bike check részhez még hozzátenném, hogy erről mindig a Harry Potter és a halál erekjéi jutnak az eszembe. Szóval a téli szezonban ezen a pályán szoktam tartani a hétköznap esti edzéseket. Itt van közvilágítás, és nagyon jól el lehet lenni. Ugye nyilván innen szoktunk indulni. Ez a menetirány, így megyünk tovább. Ott kezdődnek a legjobb hullámok. Ezen lehet lógatni és ugrani, valamint ezen is, és utána jön egy nagyon király döntött kanyar, és utána itt szoktunk végezni. Itt ugyan lenne még egy ficak, de ezt nem csak mi, de mások sem szokták használni, akik ide járnak, mert nem igazán jön ki jól bringával, talán rollerrel vagy BMX-el jó lehet.
Persze a BMX is bringa, csak sokkal kisebb. Day, I did everything I could to make it back. Come on.